Színvonalas rendezvényen előadás és avató ünnepség is várta a Móricz hét részeként a Móricz Zsigmond általános iskola diákjait. Az intézményben már hosszú évek óta hagyomány, hogy Kodály Zoltán születésnapja környékén, azaz december 16-án egy különleges programsort szerveznek az iskolában. Az első savató mindig is egy jelentős esemény volt az intézmény életében, és ez a hagyomány az évek során sem kopott ki, sőt. Most már teljes erőbedobással tudtuk az első savatást megszervezni. Én mindig ilyenkor szoktak a Móricz hét táján advent idején felavatni úgymond az elsősöket. Egy iskolának úgy válik értékes tagjává igazán és jelképesen egy diák, hogyha megtörténik a felavatása. Nálunk ez egy nyakkendő felkötésével zajlik, egy jelképes értékű viseletet kell nekik innentől kezdve 8. osztályig mindenféle rendezvényen, ünnepélyen viselniük, és így válnak teljes értékű móriczossá diákjaink. Az intézmény legfiatalabb tanulói már a hagyományos móriczos egyenruhában készültek a programra, illetve az eddigi fél év során megtanulták az intézmény himnuszát is. Hát azért a háttérben már zajlanak munkálatok énekórán, tehát az énekszakos kollégáim felkészítik már a gyerekeket, és úgymond megtanulják, és itt ezzel, hogy teljes értékű taggá váltak, és felkötötték a tanítónénik, tanítóbácsik a nyakkendőt a gyerekeknek, így már azt gondolom jogosultságot élvezhetnek arra vonatkozóan, hogy el is énekelhessék a Móricz indulót. A múlt szerdai program részeként, szintén a hagyományokhoz igazodva, a nyolcadikos diákok egy műsorral is kedveskedtek a fiatalabbaknak, illetve a nézők számára. Kodály Zoltán születésnapja december 16-ára esik, és ehhez kötöttük sok-sok évek óta már ezt a nagyon szép hagyományt. Rengeteg programunk van a Móricz héten, korcsolyázunk, tréfás vetélkedők, Kodály koncerttel ünnepeljük meg Kodálynak a születésnapját, és talán a legnagyobb eseménye a Móricz hétnek az első savatás, amelyre nagy-nagy izgalommal szeptember óta az elsősök várnak. És ekkor a 8. műsorral avatjuk az elsősöket igazi móriczosokká. Az év végén tehát sok-sok teljes jogú móriczos kisdiákkal vált még teljesebbé az intézmény közössége. A gyerekek 8 érdekes és izgalmas esztendőt töltenek majd el ebben az iskolában.